abba a történelmi kontextusba kell belehelyezni, és a tanulmányok itt előszavamat ezzel nyitottam. Nem szabad, hogy olyan álmokba ringassuk magunkat, hogy ami akkor az ő realitása volt, az ma is realitás, mert jelenleg sajnálatos módon nem itt tartunk. Úgyhogy én ezt a tanulmányt, illetve ezeket a gondolatokat is okulásképpen hoztam el az olvasók számára is, nektek is, illetve mindenkinek, akivel beszélgetni tudom, elszámolni elmondani, hogy az a fajta népesedési válság, ami egyébként nem csak minket, de egész Európát, a többi államalkotó fehér nemzetet is sújtja, annak nyilvánvalóan hosszú távú következményei lesznek, amik úgymond túlnyúlnak azon, hogy Európát az őshonos nemzetek közül éppen kiuralja. Gondolok itt arra, hogy nyilvánvalóan nem szabad azt elfelejteni, hogy miért minket 1920. június 4-én, és tanulni kell belőle, a jó lehetőségeket kihasználni, az etnikai alapokat is támogatni. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy jelenleg például a Csonka ország megtartása is sokszor már nehéz feladat a fehér magyar lakosság számára. Hetente jutnak el hozzánk azok a hírek, amik akár a Kurucinkó hasábrén megjelennek, vagy akár most Torockai László vagy Gyúró Dóra is feldolgozta egy-egy videóban, a kerepesi lövöldözés, vagy hetente már az ember úgymond nyilván idézőjelesen, de átgörget azokon a híreken, hogy éppen itt töltek meg egy-egy idős embert, ott töltek meg egy-egy idős embert. Sajnálatos módon a mindennapjaink részévé váltak ezek a dolgok. Ez is kapcsolódik ahhoz, hogy bizony azért a Kárpát-medence, aki úgymond teleszül, hogyha le akarnánk egyszerűsíteni ezeket a gondolatokat. Tehát amikor 1942-ben Matolcsi arról írt, hogy itt a térségben Magyarország egy erős középhatalom tud lenni, aki bele tud szólni a politikába, akkor azt azzal a bizonyossággal tehette, hogy ott voltak mögötte azok a táblázatok, erőt adtak neki, amiket ő is leközölt, és amelyek bizony megmutatták azt, hogy a magyarság sok helyen többségben van, mint az elcsatolt területeken is. Ezt ma már nem mondhatjuk el egyébként. És ez így van bizony az elcsatolt részeken is, akár Erdélyben, szintén óriási részszámú cigány népesség. De ott is nagyon jól van, hogy ez a helyzet. El lehet ezen gondolkodni, hogy bizony hova fog ez fajulni, akár 20 vagy 30 éven belül. Hát amikor bármiféle alapú revíziót felvetünk, vagy történelmi alapú Magyarországról beszélünk, akkor ne felejtsük el azt, hogy bizony az etnikai kérdés, vagy az, hogy ki az államalkotó nemzet, az igazán. Mert amikor már olyanok is felvetünk, hogy az anyaországból is még kihasítanak részeket, mondjuk ilyen három-négy megyék, ilyen mindenféle cigány földet akarnak ott kiállítani, vagy önálló cigány tartományokat. Akkor el lehet azon gondolkodni, hogy merre tartunk, akkor már ilyenekről beszélünk, mert lehet, hogy ezt még sokan kinevetik, 2021-2022-ben, hogy ilyen van, de lehet, hogy 20-30 év múlva már ez lesz. Úgyhogy okuljunk ebből, ahogy okuljunk a 20. század eseményeiből, és ahogy okulunk például az olyan remek tanulmányokból is, mint amilyen Matolcsi Mátyási az Új Európa hasábjainak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen Ábrahámból, nem álltak itt a remélkezést. Nekünk, akik itt vagyunk, de még jó néhány honfitársunk, akik itt nem lehet itt, illetve az ország, akár a történelmi Nagy-Magyarország révén is nekünk ezt gyártnak. Azokkal ellentétben a parlamenti pártokkal, köztük a Fidesz is, amelyik nemzeti ünnepnapot a szeretnőt csinálni. Azt hiszem, minden jó érzésű magyar állampolgárnak, minden jó érzésű magyar
embereket, embereket, lakosságot. De nem csak gondoljuk így, hanem már éves-éves gondolkodtak így, és nem csak jönnek az emberek, hanem a íróink is, költőink is. Például, ugye a Pintkereső kiskörben nagyon sokan ismerik Móra Ferenc. És Móra Ferenc úgy gondolta, illetve azt nyilatkozta, mondta, hogy nem kell gyászolni, mert az aláírt halálos ítélet még nem a halál. Ahhoz még mindig sokan vagyunk, hogy egy szálig kiírtsanak bennünket. Szívtelenségük volna hozzá, de nincs elég hóvérjük. Ami van, annak otthon kell készenlétbe lenni, tollaltintával nemzetet még nem végeztek ki. Mit békeszerződés? A lobogó vulkán papírszalvétával le nem boríthatjátok. Parancsoljátok meg a szélnek, hogy ne fújjon. A villámostornak, hogy ne csapkodjon. A csillagoknak, hogy ne zikáljon. A folyóknak, hogy visszafelé fújjon. A hajnalnak, hogy ne haladjon. A pipacsnak, hogy ne pirossat írjon. A műsorunk vége felé a koszorúzást fogjuk végrehajtani, és megkérném szépen Vörös Attila megyei. Sorunkat megemlékezésünket a Székely Himnusz eléneklésével fejezzük. Tudja merre, merre visz a végzet, gröngyös úton, sötét éjjelen, vezesd még egyszer, győzelemre néped, csak a királyfi csillag ösvényed. Marogi székely, orlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengeri. Fejünk az ágyai, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, Erdély Istenünk. Marogni székely, forlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az árjai, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, Erdélyt Istenünk. Köszönöm szépen a megjelentésüket, a mai rendezvényünket. Oké. Köszönjük szépen mi is. Nem csinálok még ilyen. Nem csak most kérdezik, mert Facebookra felrakom. Nem.